Kedves Jenő, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek a COVID-19 kapcsán szervezett integratív orvoslásos konferenciánk előadójaként, és szeretnélek megkérni, hogy akkor először a magad beosztása szerint beszélj hosszasabban a PCR-tesztnek a problematikájáról, mert hát láthatjuk, hogy nagyon sokféle információ, manipuláció és minden más épül ennek a vizsgálatnak a meglétére. Nos, kezdjük talán ott, hogy ez a PCR-teszt egyáltalán a 90-es évek eleje óta létezik. Ezt a PCR-tesztet egy kutató, akit úgy hívtak, hogy Kerry B. Mullis találta ki. Ezért a feltalálásáért 1993-ban megkapta a kémiai Nobel-díjat. Tehát ez egy nagyon komoly találmány, és sokfelé alkalmazzák. A Kerry B. Mullis kitalálta ezt a PCR-tesztet arra, hogy a chip gyártásnál az a szoba, az a terem, ahol a chipet készítették, hogy ezt teljesen sterilnek kell lenni. Tehát, hogyha ebben a szobában valamiféle piszkosságot vagy piszkozatot találtak, akkor ezt ezzel a PCR-teszttel ki lehet mutatni. Nagyon fontos eredmény volt a komputer számára gyártott csippek, meg a telefonok számára tartott csippeknek a gyártásánál. Nos, ezt a csippet, ezt a feltalálmányt a labororvosok kisajátították. Ezt azt lehet mondani, hogy a kisajátítás az úgy történt, hogy elkezdték kutatni, hogy mit lehet a vírusokkal kapcsolatban is csinálni. Kerry B. Mullis, aki egy komoly kutató volt, hiszen nem kapott volna Nobel-díjat, hanem az lett volna, kimondta abban a beszédben, amikor átvette a Nobel-díjat Svédországban, hogy ez a teszt, ez nem való a vírusoknak a kimutatására. Tehát a kitaláló kizárta azt, hogy ezzel valamiféle vírust is ki lehetne mutatni. De hát ezzel a labororvosok és a virológusok persze egyáltalán nem törődtek, és azt mondták, hogy ha ilyen apró részecskéket ki lehet mutatni, ami szennyeződésnek számít, akkor ezt mi is átvesszük, és megpróbálunk ezzel vírusokat kimutatni. Az első komolyabb eredmény, az egy professzor Montagnier volt Franciaországból, aki azt állította, hogy ő a AIDS vírust, a HIV vírust ki tudta mutatni ezzel a metódussal. De amikor a Kerry B. Mullis felkereste őt, és rákérdezett, hogy légy szíves, mutassál nekem tudományos kísérleti eredményeket, amiből tényleg kiderül, hogy kimutattad a vírust, akkor a professzor Montagnier nem tudott semmit mutatni. Ennek ellenére a professzor Montagnier is később Nobel-díjat kapott, tehát a tudomány ezek szerint nem nagyon törődik a bizonyítékokkal, hanem az a lényeg, hogy van-e valami. Na, ugyanez történt ez év januárjában is, amikor híre lett annak, hogy Kínában valami különleges antikorpus tüdőadások vannak. Erre a Charité-ben lévő professzor Christian Drosten elővette azokat a génszekvenciákat, azokat a nukleotid sorokat, amit 2003-ban már használt, mert akkor is volt
egy ilyen tüdőgyulladásos történet, amit SARS-nak mondtak, tehát az azt jelenti, hogy severe, tehát nagyon komoly tüdőgyulladások. Akkor meghaltak kb. 800-an ebben a akkori betegségben. Na most a Christian Drosten ezt elővette ezeket a génszekvenciákat, meg keresett hozzá az internetből, a vírus dátumbankból különböző más szekvenciákat, összedobott hármat, és azt mondta, hogy hát próbáljuk ki ezzel a PCR-teszttel, hogy sikerül-e kimutatni azokat a vírusokat, amik a Kínában vannak. Elküldte azt a tesztet Kínába, és ott az ottani virológusok, és illetve a belgyógyászok azt mondták, hogy na hát nem teljesen, de használható. Erre a WHO is elkezdte ajánlani ezt a tesztet. Később viszont kiderült Kínában, hogy a teszt az egy abszolút hiányos valami, és nagyon sok a fals pozitív, illetve lehet, hogy a fals negatív eredmény is. Leszeretném szögezni és hangsúlyozni szeretném, hogy ezzel a teszttel semmiféle vírust nem lehet bemutatni, kimutatni. Csupán azt lehet kimutatni, amit betápláltunk a tesztbe, tehát génszekvenciákat, génsorozatokat. És ebből következik az is, ami roppant fontos a nézőknek, meg az orvosoknak is, ezeket a teszteket értékelni kell. Értékelni kell azzal, hogy ez egy teszt, ami passzol a beteg, illetve a tesztelt személynek a tüneteihez, vagy pedig egyáltalán nem passzol. Hiszen azt tudjuk, hogy a pozitívan tesztelt személyeknek a 85-90%-a egyáltalán nem lesz beteg, illetve nagyon kevés tüneteket produkál. Tehát ez a teszt csak orientálódásnak, tehát tájékozódásra használható, nem pedig diagnosztikára. Tehát, hogyha valakinek azt mondják, hogy önt most pozitívan teszteltük, az nem azt jelenti, hogy jaj, most megbetegedtem, és infekcióm van, tehát fertőzésem van. Nem, hanem azt mutatja ki a PCR-teszt, hogy a koronavírus családból szekvenciákat tud kimutatni. De azt is kell tudni a koronavírusokról, hogy a koronavírus családban sokféle koronavírus van, és mindenki hasonlít egy kicsit a másikra. Tehát olyan koronavírusok is vannak, amik nem az emberben léteznek, hanem állatokban. Például denevérben, például tigrisben, oroszlánban, macskában, kutyában, stb. Tehát az is lehet, hogy egy személy, akinek van egy kutyája vagy egy macskája, és simogatta a kutyáját, macskáját, akkor lehet, hogy átvett egy pár koronavírust, és akkor, amikor megtesztelik, akkor pozitív lesz. Tehát tessék megjegyezni, hogy a korona PCR teszt az nem mutat ki betegséget, hanem csupán az, hogy valami génszekvencia ott van. Pillanatnyilag ennyit szeretnék mondani, még talán egy idézetet is, amit a Christian Drosten saját maga mondott egy interjú folyamán. Azt mondja, hogy tisztán így van. A lefolyás végén a PCR-teszt lehet egyszer pozitív, egyszer pedig negatív. Itt a véletlen játszik szerepet. Tehát, hogy a PCR-tesztnek a kitalálójának ez a véleménye, akkor tulajdonképpen értékelhetjük, hogy mit is lehet ezzel a PCR-teszttel kimutatni. Azon kívül, hogy a Christian Drosten kitalálta ezt a PCR-tesztet, ezen kívül most már több mint 300, én úgy is tudom, hogy 379 különböző PCR-teszt van, amivel a COVID-19-et igyekeznek követni, illetve bemutatni.
Tehát tulajdonképpen összefoglalva annyit tudok mondani, hogy ez a PCR teszt semmire se jó, tessék kidobni a szemét kosárba. Azt is hallottam, hogy maga az érzékenysége is nagyon szabadon állítható, hiszen alapvetően annak idején, amikor a feltalálója ezt az eljárást felfedezte, akkor egy olyan eljárást keresett, amivel a nagyon kicsi mennyiségben jelenlévő tesztelendő anyagot fel tudja dúsítani nagyobb mennyiségre, és ezt kvázi a készülék működésekor a laboros tudja állítani, hogy hol van ez az érzékenységi tartomány. Talán a hőmérséklettel, talán mással nem értek hozzá. Minden esetre hallottam életből is olyan visszajelzéseket, hogy magyar laboratórium elkezdte a vizsgálatot, és szinte minden teszt pozitív volt, majd szóltak neki a kollégák, hogy valami nem stimmel, és a labor állította az érzékenységen, és onnantól kezdve nem voltak pozitív tesztek, tehát valahol biztos, hogy ennek is lehet egy szerepe abban, hogy mikor mondják pozitívnak az eredményt, és mikor nem. Igen, talán annyit szeretnék még a kollégáknak és a nézőknek elmondani, hogy ez a PCR teszt abból áll, hogy van egy enzim, ami képes a próbából kivett szekvenciákat megduplázni. Tehát ez egy sorozat, ezért hívják PCR-nek, mert angolul azt mondják, hogy polymerase chain reaction. Tehát PCR, az azt jelenti, hogy ez egy ez egy láncreakció. Na most, hogy a láncreakcióban hol húzzuk meg azt a vonalat, ami még negatívnak számít, illetve pozitívnak számít, ez általában a 30-szoros átfuttatás után történik, egyeseknél 35, 36 vagy 37-szeres. És lehet, hogy a 35. átfuttatás még negatívot jelent, a 36. már pozitivitás jelent, illetve 36 és 39 közötti átfuttatáskor ez egy úgynevezett álpozitív, illetve kétséges reakció, de hogyha a 40. átfuttatásnál sem jelentkezik az a jel, hogy ez megvan, akkor ezt negatívnak kell értékelni. Tehát teljesen fontos, hogy ez az átfuttatást, ezt 35-ször, 6-ször, 7-szer vagy hányszor csináljuk. Hát ettől függ az, hogy sikerül-e az előre adott primert kimutatni. Hát igen, és ugye az is érdekes, hogy erre is vannak már publikációk, hogy milyen arányban lehet álpozitív az eredmény. Olvastam például egy német közleményt, amiből az derül ki, hogy 100 000 vizsgálatból van 1600 pozitív, álpozitív eset. Visszaviszonyítom a magyar helyzetre, ahol ugye több mint 300 000 vizsgálatot végeztek el, és azt mondjuk akkor 3-szor 1600, 4800 álpozitív eset, és ugye úgy tudjuk, hogy 5-6000 körül volt az összességében, amiket találtak pozitív eseteket, tehát azt lehet mondani, hogyha ez stimmelne, akkor valójában az összes pozitív eset, amit találtak, vagy a nagy része az pozitív volt. Lehetséges, de én legalábbis úgy tanultam még Magyarországon, mert ott végeztem az egyetemet 1970-ben Budapesten, tehát most már 50 éve, hogy ebben a szakmában ügyködöm, dolgozom, a nyugdíjaskodásom után is foglalkozom továbbra is a medicinával. Azt kell mondanom, hogy én azt tanultam az én professzoraimtól, a főorvosoktól, hogy egy laboratóriumi tesztet
csak a tünetekkel együtt lehet értékelni. Tehát egy laboratóriumi teszt az nem mond tulajdonképpen semmit, hanem ezt értékelni kell. És az értéklés, az te is jól tudod a praxisodban, akkor tudod mondani, hogy ez a beteg mondjuk, hát akármilyen beteg, például skarlátja van, hogyha be tudod bizonyítani, hogy tényleg a mandula körüli szövetekből ki tudod mutatni a streptokokkuszt. Igen. Tehát ez a PCR-teszt, ez nem egy binére teszt, ami azt jelenti, mint a terhességi teszt, hogy vagy terhes az illető, vagy nem terhes. Tehát ez a PCR-teszttel nem kimondható, tehát ez egy nagyon bizonytalan dolog, és én teljesen el vagyok ájulva attól, hogy erre a tesztre építik fel egész Európában, illetve az egész világon azt, hogy most becsukjuk az iskolákat, lezárjuk az éttermeket, nem mehetünk sehova, nem ölelhetjük át a gyerekeinket, az unokáinkat. Tehát olyan dolgokat építenek erre a PCR-tesztre, ami abszolút túlzott.